Immáron 12. alkalommal rendezi meg a BEAC és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kárpát-medencei Egyetemek kupáját. Idén először egy futóversenyen is megmérettethetik magukat a résztvevők. Az idei évben bővült is a sportágak létszáma, úgyhogy most a futóverseny az új sportágunk, de emellett a hagyományos sportágakon, tehát a futszál, teremlabdarúgás, az öreg diákoknak egy kispályás 5 plusz 1-es foci bajnokság, röplabda, kosárlabda és asztali tenisz sportágak vannak, és emellett pedig a nagypályás labdarúgás is volt, ugye az külön helyszínen már korábban lejátszották a mérkőzést, a BEAC és a MAFC csapatai csaptak össze. Szeretünk volna olyan sportágat, amiben egyénileg is tudnak nevezni sportolók, mert a csapatsportok azok kicsit ugye kirekesztőek, vagy bonyolultabb nevezni egy ilyen tornára, mint a Kárpát-medencei Egyetemek kupája csapatban, és szerettük volna azt, hogy ha valaki csak egyedül szeretne eljönni a kekre, az megtehesse, és ezért adódott a Kárpát-medencei Egyetemek kupájának az első futóversenye a kekrán, amit az Orci Parkban került megrendezésre a Ludovika kampuszon. Mindig gondolkozunk azon, hogy mik lehetnek az új sportágak. Most már sokszor fölmerült, hogy azért a futás az már egy régóta dédelgetett állam, úgyhogy nagyon boldogak vagyunk, hogy ez most megrendezésre került, de mindig vannak, hogy másik csapatsportág legyen, úgyhogy lehet, hogy lesznek újdonságok, de most egyelőre azt szeretnénk, hogy ezen minél többen legyenek, úgyhogy a futóversenyt is szeretnénk jövőre megrendezni. A keknek mindig van egy jótékonysági programja, gyakorlatilag Kárpát-medence valamennyi határon túli magyar lakta területére gyűjtöttünk már, és idén a II. Rákóczi Ferenc Munkácsi gimnáziumba fogunk adományokat elvinni. Azt kell tudni, hogy az adományok úgy gyűlnek össze, hogy a résztvevő sportolók megvehetik a kek pólóját, futópólót, meg a rendezvénypólót, illetve a résztvevő csapatok, sportolók hoznak mindenféle sportfelszereléseket, és azt visszük el majd Munkácsra. Próbáltunk segíteni mi is a szervezésben, mint triatlon szakosztály, hirdettük a versenyt, és hoztuk mi is a tagjainkat. Nagyon jó volt a verseny, szuper pálya volt, nagyon jó volt, hogy sokszor találkoztunk itt a központban a szurkolókkal, a többiekkel, nagyon jó hangulat volt, szóval jól éreztem magam a versenyen. Én 5,5 kilométeren futottam most egy pihenő időszakban vagyok, ezért csak ez a rövid táv. A triatlon is a BEAC miatt erősödött meg bennem. Nagyon jó a BEAC-os közösség. Ha meghoztuk a kedved a sportoláshoz, nem kell jövő fél évig várnod. A BEAC-on sportágak széles választékával várunk. I've been on